a jelenlegi állás szerint nagyon úgy néz ki, hogy majd a törököknek a Vojvodinát kell feltérképezniük, de egy bomba gólt Tesztárdi rugott, illetve Diára rugott az első félidő végén. Bízunk benne, hogy látunk majd még szép jeleneteket a második félidőben. Barát! Fidihez! Nem jó az emelés. Diára vissza. Eladott labda a középpályán. Viszont remek a közbelépés. Alcibiade, Zsivánovics, King. Diaby húzódott ki a jobb oldalra. Délceget kereste a beadással. Diára vissza. És most szabadulhat fel az ellenfél kapuja, ráadásul rögtön egy kontrát indítanak. Három ellenfél játékos, Vojvodina játékos tört kapura, most már visszazárta a védelem. Így viszont még baj lehet belőle, hogyha gyámoltalan az odalépés, a védekező munka, Kemenes menti meg a csapatát. Nagyon határozatlan volt a belépő, ami után még lőni is tudott az ellenfél. King, Lovrić. De most úgy néz ki, azt hiszem, hogy Márko Rosszi egyébként megtette nagyjából, amit tudott. Jelentősen átvariálta a cserékkel, meg szerkezetet tekintve is a honvédot. Alcibiade lett a bal hátvéd, és közben szabadrúgás, illetve dobás lesz. Szóval Alcibiade lett a bal hátvéd, Barát behúzódott középre. Kint volt a labda valóban. És most már a Vojvodina dobhat. Barát behúzódott középre, Lovrić van, illetve Hidi van mellette. És előbb úgy tűnt, hogy King a középpályán futballozik, de most visszarendeződtek. Na most akkor ez még mindig nem teljesen tiszta. De előbb-utóbb ki fog derülni. Barát, az biztos, hogy ő behúzódott belső védőnek, mert hogy Alcibiade van mellette. Barátot rúgják fel. Szépen tartotta meg Barát botont, fordult kifelé, az oldalvonal felé, akkor kapott egy rúgást. Hidi. Igen, támadásban Hidi visszahúzódik, Lovrić kimegy a jobb hátvéd helyére, és King húzódik előrébb. Ezzel mint egy tehermentesítve Kinget a védőmunka alól, hogy jobban tudjon támadni. Barát került át a túloldalra, két érkező ember középen, Vranyes, Lovrić mellette, Vranyes megcsinálja a cselt, Vranyes, Csetnik Botlik nincs 11-es, nem is volt az, kihozhatja a honvéd a labdát. Eladja Diaby. Ezek a hibák nagyon bosszantók. Nem jó a fordítás, Alcibiade. Beleléptek, Tesztárdi volt harcban, Diárra nem tudta átvenni. Alivodic, szabadrúgás. És hát még a változtatást illeti, még az imént jelentet láthatjuk, Lovrić lépett oda. Ezért nem adnak 11-est. Közben támad a Vojvodina a jobb oldalon. Jó a beadás. Jól helyezkedett Lovrić. Ballal húzta ki. Gulicevic, az ellenfél jobb hátvédje és csapatkapitánya húzódott előre. Most akár az ő helyén lehetne egy támadást vezetni. Így nem. Thank you.
Lovrić. Zsivánovics. Megy előtte King. Nem lehet neki passzolni. Zsivánovics. Bedobás. Tehát ugye Diaby kapott társat ott elől, belső csatár pozíciójában, Testardi személyében. Csak hát nagy nyomás alá kellene tartani az ellenfél kapuját, és ahogyan a szünetben is utaltak volt róla szó, nagyobb elánnal, nagyobb elszántsággal. Na például ilyen labdákkal most be lehet törni a 16-oson belülre, és a lövés. De látsz, Hidi lépett ki két védő között. Talán ha tolt volna még rajta egyet, lehet, hogy oda rúgtak volna. Jó a labda Alcibiadétól. Meglép Hidi. És lő. Barács csak csúsztatni tud, de így is jó. Lovrić. Kemenes. Volt egy kis meg nem értés két játékos között. Lovrić nagyon akarta, hogy a labda elguruljon Kemenesig, csak a labda volt lassú. Kemenes megoldotta. Les. Akár előnyszabályt is adhatott volna a játékvezető, Márko Rosszinak is ez a véleménye. Alcibiade. Délceg. Nagyon messziről lő Délceg! De meglepte vele a kapust, és pont Delac előtt pattant fel a labda, nem is tudta fogni, szöglet lesz. Nagyon ravasz, gonosz lövés volt kapus szempontból, mert alig valamivel a gólvonal előtt pattant le a labda. Megint csak azt láthattuk, amit az első fél időben, ha van lövés, még ha messziről is, akkor abból lehet valami. Oda megy Délceg egy kis szöglethez, nem lehet kis szögletben ezt most megoldani. Jön az íveli, és van csúsztatott fejes! De vajon kinek a fejéről megy ki? Így senkinek, lábról, méghozzá Lovrić lábáról. Roppant kényelmes helyzetben van persze a Vojvodina a jelenlegi állás mellett. Őnek, nekik az, ami most történik, az tökéletesen megfelel. Ha még nem rúg a Honvéd gólt, inkább többet. Délceg. Kicsit féltette a lábát, Délceg. Nem tudja visszaszerezni. Vranyes. Már megy Vranyes. És passzolja Alivodićhoz. Alivodić visszateszi. Elment Vranyes előtt. Nagyon veszélyesek a kontráig, de hát ezt láthattuk az első fél időben is. King. És sajnos gólt kapott megint a Debrecen. Itt tehát a norvég együttes már 2-0-ra vezet a Loki ellen. Úgyhogy ott sem túl jó a helyzet. Itt meg támad a Vojvodina. Napos beadás. Nincs kint, nem megy ki. Akár lehetne fordulni, de egy jó indítás, meg egy ritmusos támadás kellene hozzá, már a jó indítás nem volt meg sajnos. Radoja! Alidović jobbra, Vuličević. Jó a blokk. Diarra. Testardi fejjel, de pont a saját helyére csúsztatta. Alivodić. Gyurić. Megint jön Vuličević.
jobb hátvéd rákapott a támadásra, és most a passza is jó, Alidovic. Alidovic hibázik, ezt megköszönhetjük neki. Diaby elesik, szabadrugás kifelé. Tehát pillanatnyilag úgy áll a helyzet, hogy egy magyar csapat sem éli túl ezt a kört. A Debrecen 4-2-es hátrányban van, ami az összesített állást illeti. Tehát ha két gólt rúg a Loki, akkor van meccs 0. Erre nem számítottunk, azt hiszem, az idegenbeli 2-2 után, és azok után, hogy ott állítólag a Debrecen a beszámolók szerint még több góllal nyerhetett volna a döntetlen helyet. Kapufái voltak a Lokinak, most viszont Kondás Elemér csapata is nagy bajban van. Kemenesé. Nem tudta visszaszerezni, mert azt nézte, hogy kinek tudná passzolni. Elvette az ellenfél, visszaszerzi, viszont Alcibiade. Alcibiade indul el, nincs kint, de most majd kigurul. Viszont legalább nem kirúgás, hanem bedobás lesz az ellenfélnek. Bő 10 perc már eltelt a második fél időből is. Nem tudja a Honvéd ott tartani a játékot az ellenfél kapujánál, Delac kapujánál. Szuletic, Idi, egészen hátra. Most a második példa elején azt hittem, ott úgy alakult a Honvéd játéka, és játékosok mozgása, hogy a támadásokat próbálják erőltetni inkább és inkább a jobb oldalon és nagyobb elánnal, Kinget bevéve a játékba, de ez csak az első percekben volt így, azóta visszaállt a rend. Na most Kinghez átkerül a labda a jobb oldalra. Szöglet. Jó beadás volt. Erőből lőtte be King. Szöglettel jöhet majd a Honvéd. Trajkovic fejelte ki. Ezt érezte biztosnak. Már a visszaállt a rendet, úgy értettem, hogy Dobrics is visszajött a helyére, és nem változott a felállás. Na talán a szögletből. De látsz, el tudja ütni a kipattanó labda. Jobb lábra jött volna Diarra, meg ballal szeret inkább rúgni, mint azt az első fél időben is láthattuk. Nem marad Dobrics. Jött a kapus Delac, és el is tudta ütni, pont Lovric feje fölül, és hát valamelyest ugye találkozott a kapus a védővel. Ilyenkor jellemzően a védő szokott rosszabbul járni, most is ez történt. Egyelőre tehát ember hátrányban a Honvéd. Dobricsot kell ápolni. Most már talpon, és nem sokára játékra is jelentkezik. Ez egy ügyes váltás. A bal oldalra közben húzódik ki Diaby. Nem jó a passz. Sok a bosszantó apró hiba, még egy picit több koncentrálással kiküszöbölhető lenne. Nem mondom, hogy itt a továbbjutásra reális esély van, de azért, hogy legalább ez a döntetlen, vagy egy döntetlen meglegyen ez a mérkőzésen, vagy hogy más nem mondjak, vagy
merészebbet gondoljak, még akár meg is lehetne verni ezen a mai mérkőzésen a Vojvodinát mondjuk egy góllal, de talán egy picit több hit és egy picit nagyobb ritmusú játék kellene. Nem Marco Rossi múlik, az biztos, mert ő a hangszálait nem kimélve bíztatja, utasítja a csapatát. Támad a Vojvodina. Kidobják a labdát a bal oldalra, négy ember érkezik középen, Alidovic, a jobb oldalon pedig Skuletic, Alidovic. Most már lassítják a támadás ritmusát, és vissza egészen Vulicevicig. Vulicevic pedig még hátrább, és a nap, illetve az este egyre-egyre rosszabbul alakul. A Debrecen már három gólos hátrányban van a norvég Strømsgodset ellen. És tulajdonképpen ez, mármint az, ami a Debrecen meccsen történik, az előzmények ismeretében még nagyobb pofon, mint az, ami itt a Bozsik stadionban. Barát. Többen bíztak abban, persze az első mérkőzések eredménye után az logikus volt, hogy a Debrecen fog tovább jutni, a Debrecennek komolyabb sansza van erre egy idegenbeli 2-2 után, ami mondom még egyszer egy olyan meccsen született meg, amin a Debrecen több góllal nyerhetett volna a beszámolók alapján, és egyébként ezt még a norvégok is emlékeim szerint a nyilatkozatokban elismerték, hogy jobb volt a Loki. A Honvéd viszont 2-0-ra kikapott. Na most ezek után a Debrecen 3-mal ég. Itt Magyarországon, hazai pályán, illetőleg hát Nyíregyházán, legjobb tudásom szerint, ennyiben nem hazai pályán, de hát nem is ez a lényeg, hanem az, hogy úgy tűnik, hogy ez a mai este a búcsút jelenti a magyar csapatoknak a nemzetközi porondon. És ez rémesen fájó. Alidovic indul, Vulicevic. Barát, elengedi Barát. Hidi, ő is elengedi, visszakerül Vulicevichez. Vulicevic laposan, nincs les, köszönjük szépen. Skuletic. Mi van ezekkel a fiúkkal? Mi van a debreceni fiúkkal? Mi volt a győri fiúkkal? Nem beszélve, hogy mi volt a fehérvári játékosokkal. Hogy került itt helyzetbe így Skuletic, hogy előtte kétszer lehetett volna felszabadítani? Alcibiade. Cserélni fog Marco Rossi. Jön még, ha jól látom, hetessel Werner Sihárd, aki letiltott az eltiltását, illetve letöltött az eltiltását, így ma már pályára léphet. Alcibiade. Menni kellene, mozogni kellene, még futni kellene, hát hat ember áll. Hát így még ezt a hátralévő időt sem lehet tisztességgel lejátszani. Az ellenfél az fut, Alidovic. Meg se akar állni a jobb oldalon. Alidovic laposan középre, van érkező ember, ezt is köszönjük szépen. Lyukat rugott középen, talán Skuletic. Nem Skuletic volt, Bilbia. Diaby hátul fejel. Megint az ő fejükön. Zitzer, Vranyes, gól. Elképesztő. Elképesztő. 1-3. Stojan Vranyes, szerintem ő maga sem gondolta, hogy ez a labda el fog hozzájutni. Senki nem ugrik. Két ellenfél játékos tisztán fejelhet. Vranyes mellett meg áll két védő, akik talán azt hiszik, hogy lesen áll, vagy nem is tudom. De nem áll lesen, ez szinte biztos, hát Alcibiade is csak egy pillanatra emelte fel a kezét. És Vranyes meg ahogy kell egyből a leeső labdát le a földre, nem is talált el talán igazán jól, de hát Kemenes teljesen tehetetlen. Három egyre vezet a Vojvodina. Mondta George Hemingway, hogy jó csapat a Vojvodina, és persze látjuk is, hogy két meccsen, hogy tényleg tud futballozni, és vannak jó játékosai, de hát azért ennyire nem jó csapat a Vojvodina. A
Halidovic. Szöglet. Vulicevic a jobb hátvéd, a csapatkapitány tulajdonképpen már a saját térfelére védekezi, nem is nagyon szokott visszajárni. Annyira élvezi a meccset, hogy jobb szélsőt játszhat. Most jön majd a csere. Diaby helyén folytatja majd Vernes Richard. Újabb szöglet, igen. Az a nagy baj, hogy a mai meccsen a Honvéd csapatában Márko Rossi a leglelkesebb. Ez a nagyon nagy baj. Vernes tehát a pályán Diaby helyén. Hát, hogy csak fele annyi tűz égne a játékosokba, mint amennyi a vezetőedzőben, nem ez lenne az állás. És még az a nagyon nagy baj, elnézést, aztán befejezem már ezt a gondolatsort, és figyeljük még azt, ami a hátralévő időben a pályán történik. Sok örömünk nincs benne, de az a nagyon nagy baj, hogy a Honvéd, minden tisztelet a játékosok, akik kivívták a nemzetközi kupaszereplést, és nyilván az ember azt persze, kéz volt közben, igen, tehát 16-osan kívül, az ember feltételezi róluk, hogy akarnak, mert miért ne feltételeznék. Igazából mégis az az érzésem a meccsek alapján, hogy sem a Honvéd nem az, hogy kiesik a csapat, vagy az ellenfiók, hanem sem a Honvéd nem próbálta meg igazából, sem a Győr nem próbálta meg igazából, sem a Videóton nem próbálta meg igazából. A Debrecen mérkőzését nem láttam, elnézést, azokon nem tudok állást foglalni. Tehát, hogy a csapatok valójában meg sem próbálták. Szabad rúgás a Honvédnak. Svájci bíró még egy kicsit rendezkedik. Most jöhet visszagurított labda, egyből kell lőni. Fölé. De látsz, végezhet el kirúgást, kedves nézők, a mérkőzés 68. percében. És hát nem csak a vendéglátást illetően szerzünk, illetve egyszer ez a Honvéd egy jó estét a Vojvodina itteni 500 szurkolójának, hanem a pályán is. Diarra! Vernes! Ez ügyes, Alcibiade. Alcibiade betesz a középre, szöglet. Kifejelte Trajkovic. Hát ők azért ezeknél a beadásoknál jellemzően takarítanak, de főleg Trajkovic, emlékezhetünk, néhány perccel ezelőtt is ő fejelte ki a labdát. Erőből Alcibiade. Lovrić. Vernes. Alcibiade. Lágyan. Újabb szöglet lesz. Ezúttal Baric fejéről ment ki. De látsz, ütközött baráttal, tovább engedi a játékvezető, bent marad a kapus, ki fogják rúgni, kapus nélkül nehéz focizni, meg is történik. Hát az előbb a kapus Lovriccsel ütközött, akkor Lovrić húzta a rövidebbet, most a baráttal való ütközés során pedig a De látsz, kitette barát a bal kezét, de ez teljesen rendjén van, védte magát, nem volt ez sem ütés, sem könyökös. Beleszaladt a kapus. Á,
ápolási szünet, tehát mérkőzés 70. percében járunk. Talpon a kapus. Folytatódhat a játék. Vojvodina történelmét illetően kétszeres jugoszláv bajnok, még 1966-ban, illetőleg 89-ben szerzett a csapat bajnoki címet, kétszeres jugoszláv ezüstérmes, illetve háromszoros, bocsánat, 57-ből, 62-ből és 75-ből, szerb ezüstérmes 2009-ből, és háromszoros szerb bronzérmes 2007-ben, 2010-ben és 2011-ben szerzett bronzérmet a szerb bajnokságban a csapat. Ami a legutóbbi bajnokságot illeti, azért az beszédes adat, hogy egy csapat nagyon kiemelkedett a mezőnyből, a Partizán 73 ponttal lett bajnok, a Crvena Zvezda lett a második 62 ponttal, a Vojvodina pedig 61-jel harmadik, és a negyedik csapat, a Jagodina mindössze 50 pontot gyűjtött, tehát a Partizán lépett el, illetőleg a dobogósok léptek el a többiektől. Barát adja haza. King megpróbált elmenni két ember között. Odaértek. Délceg. És kint volt. Szöglet lesz. Most jön az ívelés, át a hosszú oldalra. Még hozzá tudott érni fejjel Tesztárdi, de erőt már nem tudott beletenni a fejesbe. Könnyedén a kapusé volt, pedig ha nem ér hozzá, hosszú oldalon érkezett még Vernes, talán neki jobb lett volna a labda, de persze nem látta Tesztárdi, mert mögötte volt. Hidi esik el. De nem ő kap szabadrúgást, de ő kap, csak félreérthető volt. Nem ő kap a játékvezető már. Ja, csak azt mutatja meg, hogy honnan kell elvégezni azért. Diarra. Vernes. Kirúgás. Már Koroszi kihasználta három csere lehetőségét, ő már sokat nem tud tenni. Az persze elgondolkodható, vagy arról lehet beszélgetni, ami a szünetben is elhangzott, hogy Kozmának vajon túl korai volt ez a kezdőcsapatba jelölés, vagy sem. Persze máskor meg azt szoktuk mondani, hogy a fiatal játékosokat nem dobják a mélyvízbe. Ugyan lehet, hogy nem pont az Európa Liga lenne az a mélyvíz, amiben be kellene őket dobni, de most már ezen túl vagyunk, kár rajta keseregni. Nem csak arról az egy gólról van szó a negatív oldalon, hanem a másik kettőről, meg a játék összképéről is. Vernes. Skuletic. Na, hát ő megcsinált egy cselt, és kidobja jobbra a labdát Alidovic. Alidovic beadja, Kemenes. Remek vetődés. Jön Alcibiade. Na, egy az egyben meg tudná csinálni esetleg. Beadja, ez sem lenne rossz, ha talált volna a honvédos fejet.
Halidovic. Barát szerzi meg. Barát indul. Alcibiade. Ő is indul. Barát megy tovább. Na, ezt lehetne végigvinni, vagy valahogy így. Nem pont így. De legalább Barát botont kivágott egy sprintet, és próbált támadást építeni. Vranyes. Nincs les, de jó, van les, már féltem. Behúzta a játék, illetve az asszisztens. Még lehet, hogy csugott neki ott Marco Rossi is, pont előtte történt. Ívelget a honvéd, ami nem nagyon érthető, megmondom őszintén, még akkor sem, hogyha itt már valószínűleg a játékosok fejben is szétestek. Az első fél időben is látszott, hogy laposan lehet a széleken ezt a csapatot átjátszani. Ezekkel az ívelésekkel itt nem sok keresni való van. Nincs szabadrúgás. Pedig adhatott volna a játékvezető egyet Délcegnek. Vernes. Testardi. Na, végre kikerül jobb oldalra. King. King. Ha benne azért szokott lenni lendület. King lő. Szöglet. Külső is benne volt, ahogy láthatjuk a labda tekeredéséből. Vernesnek megvan még a hosszú oldalon. Nem volt kint. Bilbia. Dobja balra. Skuletic. Skuletic egy az egyben Kinggel, illetve nem Skuletic, Halidovic. A visszagurított labda is jó. Ez is jó. És elesik. Elesik a betörő Bilbia. Akkor, amikor már gyakorlatilag Kemenes mellett is eltolta a labdát. És ez volt Bilbia utolsó megmozdulása. Mert hogy ő jön le. Apró szépségkiba, hogy ez nem Bilbia volt, hanem Poletánovics, elnézést, aki betört. Bilbia viszont az, aki lejön. És a helyén Kosovics. Valahogy az ember érzése, hogy a Vojvodinának akkor is van helyzete, ha nem akarja, hogy legyen. A honvédnak nincs sajnos. Testardi sprintel, illetve Alcibiade sprintel a bal oldalon. Alcibiade beadja, mély. Nem nagyon vállalja fel a honvéd az egy-az-egy elleni szituációkat, a cseleket. Inkább próbálják a játékosok vagy beadni, vagy ellőni. Most is erre láthattunk példát. Lovrić. Alcibiade. Ez se jó. És van, aki két mankóval eljött Újvidékről a Bozsik stadionba.
azt hiszem, hogy megsüvegelendő teljesítmény. Hát előbb-utóbb sor kerül arra a bedobásra, Alcibiade kezében a labda. Diára csúsztat, Vernes teljesen üres a túloldal, meg lehetne azt fordítani, de King elé kellett volna rúgni a labdát, mert így nem tud King elindulni, csak a második szándékból. Délceg. King. Hidi. Lovrić. Barát. Alcibiade. Alcibiade. Visszagurítja. Zsivánovics, ő meg hosszan veszi át, majdnem elveszíti, de így még jó lehet akár. Kezezés reklamáltak a honvéd játékosok, a játékvezető tovább engedi. Lovricsik kerül hátra. A 82. percben járunk. Desztárdik. King. Diarra. Barát. Még egy beadás, amit elfelejtünk. Megint cserélni fog Marko Nikolić, majd lehozza Skuleticet, és a helyére majd érkezik 24-essel Ilicsi. Szóval török csapattal mérkőzik majd a harmadik körben a török Bursaspor-ral a Vojvodina, pedig búcsúzik, még van bő 8 perce a csapatnak az Európa Ligában. Alcibiade. De nagyon sokat van játékban a bal oldalon, és megpróbál mindent megtenni, most is ezt láthatjuk. Aztán valahol mindig jön egy hiba. De hogy miért nincs többet a játékban King a jobb oldalon, aki sokkal gyorsabb, mint a balfutó Alcibiade, azt nem tudom. Támad a Vojvodina. Nem szabad rúgás. Megfelelő keménységű volt a szerelés. Vernes. Ügyes passz, Diarra. Nincs les, ebből be lehet törni a 16-oson belülre. Kellene még egy jó lövés. Delac ment szögletre. Testardi próbálkozott. Na lássuk, valóban nem volt les, Diarra passza után. A bal alsó elől mentett a kapus. Újabb szöglet. King kapja. Ott a lövés, na ez szép volt, csak talán egy picit elcsúszott Zsivánovics a félfordulatos mozdulatnál, de ez jó elképzelés volt. Beadta King, Zsivánovics pedig egyből. Most akkor a csere az ellenfélnél, Skuletić helyén Ilicsi. Még egy cseréje van,
Nikolić vezetőedzőnek, hogyha akarja, kihasználhatja, nyilván ki fogja, gondolnám. A hajrában még valakinek adhat néhány percet. Diarra. Jó elképzelés visszatenni a jobb oldalra. Nincs egyből lövés, Délcek kiteszi Kinghez. King felnéz, beadja King, az is jó, Vernes lefejeli. Még mindig ott van fölé. Diarra megszerezhette volna a második gólját. Ez szép támadás volt. Visszafejelte Vernes. Előtte Hidi, de talán egy eltörte, valószínűleg nem így akarta, pont Diarrához került. Ő meg fölé lőtt. És lehozza majd Vranyest is, Marko Nikolić és Mitosevic áll a helyére 13-assal perceken belül. Vranyes. Lövő helyzet. A beadást választották, dobás lesz. Pont a most beállt Ilicsi próbálta középre tenni a labdát. És közben egy vojvodoni játékos a földön, a saját térfelén, ráadásul elég ijesztő pozícióban, a hátán fekszik, de magánál van, sietnie kell az orvosi stábnak. Itt Radoja. Összefejel talán Diarrával. Azért foghatta az arcát valószínűleg. A mozdulat nem tűnt nagyon-nagyon veszélyesnek, úgyhogy ezért bízom benne, hogy marad is eszméleténél, és talán agyászkodása sincs, csak hát idézelben csak a fájdalom. Az sem kevés. Most már jobb a helyzet. Vojvodina a dobással folytatódott a mérkőzés a 87. percben. Vulicevic baktat oda a szó legszorosabb értelmében, és elvégzi a bedobást. Vulicevic visszapörgeti. Kosovic. Megfuttatják egy picikét Gyuricsot. Barát. És most jött az ellenfél utolsó cseréje, lejön a 10-es számú Vranyes. Azt hiszem, ő az egyik olyan játékos, akit kiemelt Marco Rossi. Jelesül, hogy az ellenfélnél van néhány kiemelkedő képességű játékos. Vranyes az egyik, itt pedig láthatjuk Vranyes gólját, amihez asszisztált a Honvéd védelme. Te látsz? Vulicevic laposan középre és fut tovább, Vulicevic még tovább fut, Vulicevic erre a labdára, amit nem neki szántak, ő nem is éri el. Kirúgás. 2 perc lesz a hosszabbítás. Itt tehát még bő 2,5 van hátra a mérkőzésből. Alcibiade, Testardi. Hát Testardinak volt néhány szép momentum a Cseliknicsics elleni visszavágón. Az ott nem volt nehéz szép momentumot összehozni. De itt már az odavágón is elég halovány volt, és itt a visszavágón becserélése óta sincs nagyon momentuma. Mondjuk másnak sem igazán.
Desztádi felé az ívelés. Most meg kell tartania. Kézzel vette le. Alcibiade. Alcibiade. Szabályos szerelés. Hárman már elvették tőle a labdát. És ez így még jó Alivodicsnak. Alivodics tolja meg magának a labdát. Lágyan teszi középre. King. Testardihoz. Hajszá pontosan. Visszakerül némi szerencsével Testardihoz. De hát középen, illetve Alcibiadéhoz, bocsánat, középen csak Testardi volt, ezt akartam mondani. Lassítania is kellett Alcibiadénak. Testardi. Vernes. Testardi, ellövi, blokk. Ilicsi. Mitosevic fordítja át a bal oldalra. Mi meg szépen belelépünk a mérkőzés utolsó percébe. Kedves nézők, a helyzet tehát úgy áll legnagyobb sajnálatunkra, hogy a mai nap az utolsó, amikor magyar csapatnak szurkolhattunk a nemzetközi porondon. Mind a négy csapat búcsúzik, hát a Debrecen még mindig 3-0-ás hátrányban van, úgyhogy minden bizonnyal a Loki is. Itt meg támad a Vojvodina. Hát az a szomorú helyzet áll elő, hogy a nyárt sem élik túl a magyar csapatok. Nem számítottunk erre a videóton előző szezonbéli Európa Liga csoportköre után. És hát valóban, ha még egy utolsót kérdezhetek Csábi Józseftől, akkor azt kérdezném, ha lehet, hogy miért van az, hogy tényleg nem nagyon próbálták meg ezt a magyar csapatok, és akkor azt hiszem finoman fogalmaztam, és azt hiszem, hogy ebben egyetértés van, csak emlékezni kell Tarsoly Csaba szavaira, Garancsi István szavaira, és hát azt hiszem, hogy